A tavasz beálltával ismét aktívabbá váltak a medvék. Hargita és Kovászna megyében az erdők mellett fekvő településekre gyakran belátogat a nagyvad. A medvét 2016-ban nyilvánította fokozottan védett állattá a Csolosféle szakértői kormány. A vadászat betiltása után elszaporodtak a ragadozók. Félelemben élnek Sepsibükszád lakói, miután március utolsó hetében, sötétedés után három alkalommal is medvék támadtak a településre. Egy héten belül három különböző gazdaságban összesen 26 jószágot öltek meg, számos gyümölcsöst is megrongáltak. Embernek ugyan eddig még nem esett bántódása, a település lakói azonban este még az utcára sem mernek kimenni. Félünk bizony, mert a tavaly is még az utcán is, főúton is járkáltak a meddig. Úgy, hogy itt setétbe járkálni nem szólt, főleg a temetőbe nem mertünk menni, mert a medve mindig ott volt, állandó jelleggel. Olyan volt, hogy hátra mentünk a kárba, és 50 méterre a medve, de akkora volt, hogy elmondani nem lehet. Hát én életemben így szabad szemmel nem láttam akkora medvét. Sepsibükszádot 3000 hektárnyi erdő veszi körül, a többi környékbeli településhez hasonlóan 4-5 éve küzd medve problémával. Csak 2021-ben 26 támadás történt, házi állatokat ragadtak el, és mezőgazdasági terményeket, gyümölcsfákat tettek tönkre a ragadozók. Bár az elpusztult jószágok után kérhetnek a gazdák kárpótlást, az állandó félelemhez nem tudnak hozzászokni a lakók. Elmúlt 5-6 évben annyira elszaporodtak, hogy borzasztó nagy a létszámuk. 4-5 éves medvék vannak már, amelyek a falu határát tekintik otthonuknak, itt születtek, itt nőttek fel, és akkor ezek nem mennek ki az erdőbe vadászni, hanem itt próbálnak megélni a falu határában. Medvét kilőni a kormányrendelet szerint csak akkor lehet, ha az ember életet veszélyeztet. Ez viszont szinte bármikor megtörténhet Sepsibükszádon, hiszen sokan késő este járnak haza munkából, a vasútállomás pedig 2 kilométerre van a falutól. A polgármester szerint a problémának nem lesz megoldása, amíg a törvényeken nem változtatnak. Mivel a medve csúcsragadozó, nincs természetes ellenfele, a populáció csökkentését csak is az újból bevezetett vadászati engedély tudná megoldani. A hatóságok azonban haboznak drasztikus intézkedéseket hozni, Bukarestből ugyanis nem érzékelik a veszélyt, és nagyon erős az úgynevezett zöld aktivisták lobbija, akik a medveszaporulat visszaszorítását célzó legenyhibb intézkedéseket is ellenzik.